Igazából egy délután kiültünk a barátainkkal, két barátommal, egy cigire, megjelent két rendőr, két biciklis rendőr. Átkutattak minket, a barátomnál megtalálták a cigit, nálam semmit. Mindenkinek ugye kipakolták a zsebeit, meg igazoltattak. Kérdezték, hogy kié ez a teker cigaretta, és akkor azt mondtam, hogy az enyém, és ezért bevittek mind a kettőnket. Ott ültünk, ugye bilincsbe, kint a folyosón, és várattak. Elvittek vizeletvételre egy másik helyre, aztán visszavittek, és semmi nem történt. 3 órát ültünk bent a kapitányságon, majd elengedtek papírok nélkül, tehát hogy nem is foglalkoztak velem, csak ott voltam. Aztán pár hónappal később visszahívtak, hogy mégiscsak bűnös vagyok, vagy hát, hogy vádolnak valamivel. Ami akkor fogyasztás volt, és akkor vállaltam is az elterelést önként. El is mentem az orvoshoz, meg elkezdtem intézni. Majd visszahívtak újabb pár hónappal később, hogy már el se kezdjem az elterelést, hanem csekély mennyiség átadása és kereskedelem vétsége miatt eljárást indítanak. A szüleimnek nem mondtam el, de ugye utána meglátták a levelet, tehát muszáj volt beavatnom őket. Nem örültek, de nem tudtam mit csinálni. Most már körülbelül 1,5 éve tart ez az ügy, és hát most kezdtük el ugye a tárgyalás részét, amit újabb jó pár hónapra most felfüggesztünk, vagy hát várunk. Nem is tudom, mikor lesz ennek vége. Leginkább annak örülnék, hogyha az eltereléssel le tudnám ezt a dolgot. Örülnék, ha vége lenne. Jó lenne lezárni. Semmi olyan rosszat nem tettünk, ez csak egy cigi volt. Közismert, hogy a kannabiszt a fiatalok többnyire közösen használják, körbejár köztük egy hűvös cigi, ebben az esetben nincs szó terjesztésről, mint ahogy Domonkos esetében sem, ezért vállalta el a TASZ az ő jogi képviseletét. 2003 és 2004 között a törvény lehetővé tette a közös használat során átadó fiataloknak, hogy az elterelést válasszák. 2004-ben azonban az Alkotmánybíróság ezt a lehetőséget megszüntette. Domonkos ugye ezért került a bíróság elé. A TASZ szerint a megoldás az lenne, hogyha a drogfogyasztót egyáltalán nem büntetné a törvény.